A hétvégén mindenhol gyermeknapi programoktól lesz hangos egy-egy település. Füzesabonyban is számos meglepetéssel készülnek a legkisebbeknek. A részletekről fogjuk kérdezni vendégeinket, Gajasné Dósa Katalin főszervezőt és Szajlai Szabolcs bűvészt. Szervusztok! Sziasztok! Sziasztok. Először is mik lesznek majd Füzesabonyban a legfontosabb programelemek? Hát a Civil Expo-t összekötöttük most ugye a Városi Gyereknappal. Gyereknap alkalmából minden, ami gyerekkel kapcsolatos programelem, az szint fog vallani szombaton az Ifjúsági Parkban. A Civil Expo egy szakmai program, ott különböző civil szervezetek, önkormányzatok, gazdasági szféra és más egyéb szférák mutatkoznak meg, de gyereknap alkalmából mindenki valamilyen gyereknapi programmal készül. Az önkéntes tűzoltók vadokat hoznak a gyerekeknek, a mintapinzenekar pedig fantasztikus interaktív fellépéssel készülnek, a rendőrség is nagyon szuper gyerekprogramokkal készül, de számos kreatív sorokkal várjuk a gyerekeket, arcfestéssel, csillámtetoválással, és a Kisbocs Babamama Közhasznos Egyesületünk standját is föl kell keresni, ugyanis minden gyerek, aki ott rajzol, hogyan tudok segíteni másokon című témában, egy Lego ajándékkal fog gazdagodni, illetve a Füzesabonyi Rászorultakért Alapítványtól is egy-egy ajándékot fognak a gyerekek kapni. A gimnázium udvarán pedig a gyereknapi hangulatot fokozva céllövölde, kisvasút, körhinta, egyéb buborékokba való bebújás, és minden, ami egy gyereket érinthet vattacukorral a kezében. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy aki kilátogat, legyen az felnőtt gyermek, vagy az egész család, az kap olyan programelemet, amivel boldog lesz, és hát egy órakor pedig ugye Szabolcs fogja majd a gyerekeket elvarázsolni, úgyhogy várunk mindenkit nagyon sok szeretettel. Igen, valószínűleg a vattacukron kívül még a bűvész trükkök érdeklik a leginkább a gyerekeket. Milyen trükkökkel készülsz? Hát az én műsorom az egy interaktív műsor, és ezen belül is egy élő nyuszis műsor, tehát élő nyuszikkal fogok a gyerekeknek bűvészkedni, amit ugye majd a műsor után oda lehet jönni, megsimogatni, ezt általában mindenki imádja, mindenki szereti, úgyhogy én most egy ilyen műsorral készülök, ezzel a szokásos élő nyuszis műsorommal, és akkor rengeteg vicces produkció lesz még benne természetesen a gyereknapra, és olyan új mutatványok is, amit még eddig nem láthattak tőlem a gyerkőcök, mert ugye én nagyon sokat lépek fel itt a környéken, és most egy picit újabb műsorral készülök erre a gyereknapi eseményre. Mi az, amit esetleg most is be tudsz mutatni? Hát véletlenül itt az asztalon látok két csomagkártyát, nem tudom, hogy ki hozta ide, de megpróbálok vele egy mutatványt előadni. 52 francia kártyalap, 52 különböző kártya. Ha egyet választanának, megkérnének. Jó, mint a tételhúzás. Jó, így van. Oké. Itt igazság szerint nem is fontos, hogy ezt most én ne lássam, egész nyugodtan meg is nézhetem, hogy mi az a kártyalap. Jó. Egy káró négyes, rendben. A következő, ebből most még nagyon sok van az országban, rengeteg káró négyes lehet. De mi van akkor, hogyha most ezt aláírod, akkor már csak egyetlen egy káró négyes lesz az országban. Oké, mutasd meg tényleg, hogy aláírtad. Ott van rajta. Oké, rendben. Oké. A következő, ezt a káró négyest én elkérném, és vissza is rakom ide a csomagban, és még attól az maradjon. Jó. Meg is mutatom, itt van a legfőső kártyalap. Elkérhetem a tollat. Rendben. Mutatom, hogy mit fogok csinálni. A káró négyest megfogom, amit így aláírtál, és egy picit így összehajtogatom. Így, ilyen pindurkára, hogy lehessen látni. Kérném a kezedet, és arra kérnének, hogy szorítsd ezt így össze. Jó. Nálam természetesen nem maradt kártyalap. Még egy kártyát, mondjuk én a legfősőt még, ami itt maradt, azt megfordítom. Ez pedig nem más, mint egy kör kettes. Erre megpróbálok én írni valamit. Szabi, mint Szabi bűvész, nem tudom mennyire lehet esetleg látni. Jó, és akkor ezt a kártyalapot pedig én próbálom meg összeszorítani. Oké. Gyerekekkel sokszor szoktunk így összepacsizni. Oké? Aha, jó. Arra kérlek, hogy egy ökölpacsit kér neki. Oké? Jó. És ilyenkor te szeretnéd kinyitni előbb a kezed, vagy én nyissam ki? Nyisd ki előbb te. Nyissam ki előbb igen, én. Arra kíváncsi és akkor vagyom. Megnézzük, hogy milyen kártya van nálam. Ugye a Szabi feliratú kártyának igen, kell, igen, hogy legyen, de nézd. Az az én aláírás. A te aláírásod lenne az én. Azt hiszem, hogy itt neki. És nézd és meg akkor a... gondolom. Hát akkor előfordulhat, hogy a te kezedben pedig
Hát itt bizony Szabi van. Hát én elég közelről néztem a trükköt, de fogalmam nincs, hogy nem, hogy csináltam. Ez egyébként tényleg, ez hihetetlen. Nekem meg végig ugye itt volt a kezembe, úgyhogy hát ez... No igen. Igen. Könnyű egyébként, említetted, hogy interaktív az előadásod. A gyerekeket vagy a felnőtteket könnyebb bevonni? Gyerekek ők még sokkal jobban élvezik, de élvezik egyébként a felnőttek is szeretik. Csak ha elmegyünk egy ilyen családi napra, ahol van egy 150 gyerek, vagy akár még csak 10 gyerek, ők biztos, hogy ott vannak az első sorban, ők aktívabban akarnak részt venni, mint a szülők. Ez az évek tapasztalata. Egyébként van olyan rendezvény, ahol a szülők is nagyon szeretnek szerepelni. És milyen bűvészekből inspirálódtál, milyen előadásokból? Milyen bűvészekből inspirálódtam? Hát az egyik mesterem, tanárom és legjobb barátom, ugye ő Egri Szemerei László, biztos, hogy ismeritek, a kiskutyákkal bűvészkedik. Igen, nagyon, sőt, nagyon, volt is már bent itt. Volt nálunk. Is már bent, többször gondolom, itt már én is láttam itt, úgyhogy ő nekem nagyon-nagyon sokat segített a pályámon, de még sorolhatnék számos bűvészt, de ő segített talán itt a legtöbbet, itt a fejlődésem során. Szerintem gyakori kérdést szegezhetnek hozzád a gyerekek, vagy éppen a családok, amit most én is megteszek, mert tényleg nem tudom elképzelni, hogy ez hogy történt. Még mindig hétpecsétesek azok a bizonyos titkok? Hát itt az az igazság, hogy van, amikor elárulunk egy-egy trükköt. Mi már nagyon-nagyon sokat bűvészkedünk, régóta bűvészkedünk, tudunk több száz, vagy éppen már valaki nagyon sok trükköt, több ezret, és akkor már elmondhat egy-egy kártyatrükköt. Mutatok egyet, szeretnél egyet megtanulni? Én nagyon kíváncsi lennék rá, igen. Akkor egy pár darab kártyát kiválasztok itt ebből a csomagból. Akkor tényleg, hogy hagyj tanuljanak meg itt mindenki egy-egy mutatványt, mert tényleg, ha itt vagyunk, egy pár darab kártyalap, igen. És én ezt összekeverem. Ugye van úgy, hogy nincs meg az egész csomag kártya, vagy csak egy pár darab kártyalapunk van, és ebből kérlek válasz egyet. Én el fogok fordulni, nem is nézek oda. Mutasd meg a kamerának. Így van, így. Mutasd meg mindenkinek. Kamera. Így van. Oké. Visszakérhetem? Persze. Jó. Így csak így. Úgy, persze. Így. És az összes többit rárakom. Oké. Össze is keverem. Jó? Jó, rendben. Rendben. És most ugye három lehetőség közül igen. Tudunk választani, hogy hol lett a választott kártya. Lehet a jobb kezemben. Lehet a bal kezemben, de az is lehet, hogy eltűnt. Látható még? Igen, látható. Jó. Tehát lehet fölül, vagy lehet alul. Mutatom a felső kártyákat. Egyesével. Az első a kör 9-es, aztán a pik 5-ös, a káró 7-es, és a tref 7-es. Láttad itt a választott kártyádat? Láttam. Meg kérlek, nyújts ki a kezed, fordítsd meg, és ide teszem mind a négy kártyát. Mm-hmm. Nem veszek el semmit. Mm-hmm. Megteszed, hogy rászorítod a másik kezed? Persze. És hogy a nézők is gazdagodjanak egy mutatványra, egy trükkel, ezt tényleg elmondom, hogy hogy csinálom. Ilyenkor csettintek egyet, és egy kártyát megpróbálok láthatatlanul kiemelni. Megfordítva átdobom ide, megkeverem, és a káró 7-es már is átjött hozzám. Kezeit közül pedig eltűnt. Nézd meg, erre voltál kíváncsi, erre a titokra? Ja, igen, tényleg eltűnt. Ez egészen hihetetlen. Hát ez nagyon szuper. Dávid, közelebb kerültél a trükkökhöz? Hát nyilván nem, de így már meg, hú, igen. Petra, kérdezz, én most gondolkozom. Még ami nagyon fontos, hogy pontosan mikor és hol, hány órakor kezdődnek a programok? Ugye Füzesabonyban szombaton 9:30-kor várjuk, 9:30-től délután 16 óráig a családokat az ifjúsági parkban. Úgyhogy nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, és hát így Szabolcs után nem csak a Füzesabonyi járásban élő gyerekeket, hanem az egri gyerekeket is várjuk nagyon sok szeretettel. Nagyon örülünk annak, hogy több mint 60 kiállító fog részt venni a rendezvényünkön, úgyhogy 400 fő az, aki azért lesz, hogy a családok boldogok legyenek, és a gyerekek mindenféle jóval el legyenek halmozva. De hát Szabolcs az egyik programelem, és én úgy gondolom, hogy már ez az egy a 15 színpadi produkciókból is azért van, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, úgyhogy nagyon sok szeretettel várunk mindenkit szombaton, 9:30-kor, Füzesabony, ifjúsági park. Még az is hangozzon el, hogy Szabolcs, te mikor kezdesz? Én egy óra. Vagyis, hogy 13:00, inkább így mondom. Nehogy hajnal egy órára jöjjön ki valaki. Lehet, hogy még akkor is ott leszünk, de 13:00 kezdési időpont. Nekem ez lett megadva, ugye? Igen. Ekkor kezdünk. Így van.
Hát reméljük, hogy minél többen ellátogatnak, majd is nagyon szépen köszönjük, hogy várunk voltatok. Mindenkit sok szeretettel. Köszönjük, én ott leszek, én erre még kíváncsi vagyok még. Teljesen elvarázsolódott, úgy láttam. Abszolút elvarázsolódtam, köszönjük még egyszer. Köszönjük szépen. Mindeket, mi is köszönjük. Hát nekem eddig sikerült most így gyorsan kiraknom. A Rubik Ernő híres találmánya, a Rubik kocka, ezzel is lesz majd egy-két mutatvány, és mondtátok, hogy szeretnétek ezt látni. A következő bűvészek kétféleképpen adnak elő Rubik kockás mutatványt, szerintem, vagy nagyon jól, vagy nagyon rosszul. Én egy trükkben megmutatom nektek mind a kétféle variációt. Jó, rendben? Tehát megfogom az én Rubik kockámat, és nagyon-nagyon figyelj, Petra, most itt nem is az a lényeg, hogy mennyi idő alatt tudja az ember kirakni, vagy összekeverni. Az én Rubik kockámat összekeverni, és megtennéd, hogy így megfogod, csak így fogd meg, és ne csinál, nem kell vele semmit csinálni. Petra, a következő. Igen. Nem beszéltünk össze, ugye? Nem. Kérlek, hogy keverd össze a Rubik kockát, de úgy, ahogy te szeretnéd. Bárhogy. Azaz. Még mehet egész nyugodtan. És itt van ez a varázstasak, ezt már ma a gyerekek összegyűrték, de nem dobom ki, mert varázs ereje van. Szólj, hogyha meg vagy, Petra. Igen. Jó, akkor elkérném a Rubik kockát. Parancsolj. És beleteszem ide ebbe a varázs szatyorba. Ilyenkor annyit szoktunk csinálni, mi bűvészek, hogy csettintünk az ujjunkkal, belenyúlunk a szatyorba, és a kocka ki van rakva. De ilyenkor persze azt mondjátok, hogy Szabi bűvész, hát viccelsz velünk. Volt benne egy másik volt benne kocka. Nagyon jó, sikerült eltalálni. Tényleg itt van benne a másik, igaz? Ez volt talán az, amit az előbb itt elkezdtél. De már most nincs benne több, te is nyugodtan gyűlögess meg, hogy nincs benne nincsen több. Benne több. Oké, rendben van. A következő végig fogtad, ugye? Abszolút. Jó, akkor arra tenni, hogy ez a Petra kockája. Igen. Az pedig az enyém. Igen. És így ide teszem így a kezedbe. Jó. És ha így egymás mellé rakjuk, hogy mit lehet így, ha arra fordít a kamera felé, hogy az egyik oldala ne. Teljesen megegyezik. Ne. De megegyezik a másik ne. Is. Ne. Sőt, a harmadik is. Ezt nem hiszem el. A negyedik is. Mutassuk meg még talán az ötödik oldalt. Azt a mindenit neki. És a hatodikat. Tényleg ügyes voltál, Petra. Tényleg nem beszéltünk össze. Megnézted, hogy van-e valami abban a zsákban? Vagy... Egész erős nyugodt, biztos? Jó, akkor a következőt kérném, nyisd szét, kérlek. Jó, és az előbb már mutattad, hogy te ügyesen ki tudod rakni a Rubik kockát. Hát valameddig. Kérlek, így fogd meg ezt a kis összegyűlt szatyrot. Megpróbálkozol kirakni a Rubik kockát, vagy csináljam én? Mert ha én megcsinálom, mondtad, milyen ügyes volt a Petra, igen. Egy pár másodperc alatt ki tudom rakni a Rubik kockát. Így. De van, aki még nálam is ügyesebb, nem más, mint a Petra. Mondd, hogy hókusz-pókusz, kell egy varázsige. Hókusz-pókusz. És pörgetés nélkül nyújj bele kérlek a szatyorba, vedd ki a kockát, és nézzétek meg, hogy nincs benne másik kocka, és így is kivarra. Nagyon jó. Hát nagyon szépen köszönjük, fogalmunk nincs, hogy hogy csináltam. Köszönjük szépen. Abszolút, el vagyunk varázsolva, igen, tényleg. Igen, elvarázsoltál minket. Köszönjük szépen még egyszer.